Leintette a törvényesség őrét Kecskemét jegyzőjét dr. Vancsora István. A baloldali képviselő a jogi és ügyrendi bizottság elnökeként nem adott szót dr. Temesvári Péternek a hétfői ülésen. A jegyzőnek kötelessége, hogy jelezze törvényesség észrevételét, ám amikor ezt megtette, Vancsora elhallgattatta őt. Erről is szó volt a mai közgyűlésen. Kecskemét 2023-as gazdálkodásáról, vagyis az árszámadásról szóló rendeletről tárgyalt ma a közgyűlés. Tavaly közel 30%-kal emelkedtek a helyi adóbevételek, legnagyobb mértékben az iparűzési adó növekedett, amely a helyi vállalkozások adóerőképességének erősödését is jelzi. Három közterületi alkotás elhelyezéséről is döntöttek a kecskeméti képviselők. A Kadafalvi Kadaelek szobor új helyre, a leendő közösségi térre kerül, az Izsáki út két új körforgalmába pedig két acélművészeti installációt helyeznek el a Kész Holding ZRT felajánlásának köszönhetően. Ma rendezte meg a Magyar Honi Zsidó Ima Egyelet és a Barankovics Izraelita műhely a Szentírási Közös úton Izrael ígérete a Szentíráson és történelmen átívelve című konferenciát. A konferencia erősíti a zsidó és keresztény párbeszédet. Nincs szinte sehol sem ennyire a város szívében és ilyen adottságú horgászati lehetőség, mint itt Kecskeméten, nyilatkozta Bokor Károly, a MOHOSZ alelnöke. A Benkó Zoltán Szabadidőközpont a jövőben is fejleszti a horgászok infrastruktúráját, és újabb halakat is telepítenek majd.